szűzanya országának, Magyarországnak három nagyszerű tudósa sok segítséget adott munkájával a kórokozó baktériumok, vírusok féken tartásához. Semmelweis megismertette velünk a kézmosás fertőtlenítés jelentőségét a kórokozók ellen. Szent Györgyi Albert pedig a C-vitamin felfedezésével az immunitásunkhoz adott nagy erőforrást, melyet a tudományos vizsgálatok is igazoltak még a múlt évszázadban, pont olyan influenza vírusok esetén is, mint a koronavírus. Szent Györgyi azért nem védte le a C-vitamint, mint hatóanyagot, hogy ne lehessen kisajátítani, pénzét tenni, ezzel a legszebb jézusi tettet hajtotta végre, amire a tudományt megalkotta az Úristen rajtunk embereken keresztül. Sajnos a modern tudomány kevésbé becsüli meg az ilyen tudósokat, a C-vitaminnal se foglalkoznak úgy, ahogy kellene. Egy biztos, hogy nem ártalmas, érdemes emelt adagba fogyasztani, ahogy Szent Györgyi is tette a több mint 90 évig tartó hosszú élete során. Béres József a nyomelemek szerepét tárta a világ elé az immunitásban, így a vírusok elleni védekezésben. Az ő cseppje is mindenki számára elérhető. Jézus Urunk egyik kezével a Szent Lelken keresztül az Atya kezét fogja, másikkal édesanyján, a szűzanyán keresztül a miénket. Ahogy Mária mindig hallgat rá, így hallgassunk mi is Máriára, aki békét hoz a szívünkben, ezzel félelemmentességet, ami az immunrendszerünk legnagyobb erősítője. A lelkiismeret vizsgálattal, bűnbánattal eljuthatunk egy Mária közeli tisztaságba, ahol nincs félelem, ahogy a szűzanyában sem volt soha. Biztos volt Szent Fia feltámadásában. Ezt a félelemmentességünk alapja, bármi is történik velünk, mert mi is feltámadunk, ha eljutunk a jobb lator bűnbánatáig. Ez többet ér mindennél. Ez a Márián keresztüli Jézusra figyelés meghozza az örök életbe vetett hit örömét bármilyen nehéz helyzetben. A félelmeink elveszítik felettünk a hatalmat, testünk, immunrendszerünk jobban tud harcolni a betegségek ellen. A Mária Rádió a többi katolikus hírportállal együtt csodálatos imahátteret szervezett a szijámi ikrek szétválasztásához. A műtét ezért sikerülhetett, a gyermekek számára életmentő volt ez az imaháttér, ezt megtapasztaltuk. Éreztük a közben járó imádság gyógyító erőt adó hatását, valóban az ima felszáll, mint a vízpára, a Szentlélek tovafújja a sivatagba szomjazó, vagy éppen beteg ember felé, és kicsapódik eső, szomjatoltó, vagy gyógyulást hozó félelemmentesség formájában, ahogy ezt egy kedves karmelita nővér megosztotta velünk, mint misztikus tapasztalatát. Csatlakozzunk a Mária Rádió felhívásához, Milán atyához, ahogy azt a honlap felhívás a formájában tartalmazza. Pió atyát is bevonva, és kérjük az Úristen és a szűzanyát, hogy oltalmazzon minket és a világot.